Szia! István vagyok, és meggyőződésem az, hogy ma is egy nagyon érdekes része jöttem jelenések könyvéből. A 11. fejezet lesz a témánk, és ezt a címet adtam neki, hogy az újkori ateizmus születése. Ugye a ateista az, aki vagy nem foglalkozik Istennel, meg az ő létezésével, kijelentésével, Bibliával, hittel, vallással, egyházzal, stb., vagy kifejezetten el is utasítja azt tudatosan. Ateisták minden korban voltak szerintem. Azért írtam azt, hogy az újkori ateizmus, mert meg akartam különböztetni a történelem korábbi korszakaitól, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy egészen más az, hogyha néhány ember ateista, mint hogyha ez a meghatározó, uralkodó irányzata a társadalomban, kimondva kimondatlanul. Ja, ma is érdekes időket érünk, például a középkorhoz képest, ha vele gondolsz, akkor a társadalmat mindenképpen a a vallásosság határozta meg, legalábbis az a szemlélet, hogy van Isten, valamit akar tőlünk, az egyik egyház ezt mondja, a másik azt mondja, de az ön valahol azért úgy gondolom, hogy vallásos volt, egyfajta Isten félelemben, sokan szó szerinti félelemben érték az életüket talán. Most pedig oda jutottunk, hogy a népszámlálási adatok is ezt mutatják, hogy csökken a vallásukat gyakorlók száma, a magukat vallásosnak vallók száma, azok is, akik annak vallják magukat sokan a maguk módján, azok nem kötődnek egyházakhoz, ami önmagában, hát érdekesnek mindenképpen érdekes. Nem lenne tragédia, hogyha ugyanakkor komolyan vennék az Istent, vagy valamiféle mérce lenne a számukra az életükben. Nem tudom, ez mennyire van így. A lényeg az, hogy volt egy olyan törés a történelmünkben ebből a szempontból, valásosság szempontjából, nagyjából 200 éve, amikor az addig természetesnek tűnő vallásos berendezkedést és szemléletet felváltotta egy másik, amit úgy is szoktunk mondani, hogy racionalizmus felvilágosodás az emberi értelem utat tört magának, szükségszerűen úgymond háttérbe tolva a vallásosságot, a hitet, amelyik hát azt mondta, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megragadni pusztán az értelmünkkel. És az a kérdés, mert ezzel szeretnék foglalkozni, hát nem én, a Biblia maga akar ezzel foglalkozni, hogy vajon amikor jelenések könyvét kinyilatkoztatta Isten Jézus Krisztuson és az ő angyalán keresztül, meg János Apostolon keresztül nekünk, 2000 éve körülbelül, akkor mindez előre látható volt és helyet kapott ez a jövendőlések között. Mert eddig leginkább a vallásos vonulatokkal foglalkoztunk. Ma azt fogod látni, hogy a Biblia beszél arról is, hogy meg fog születni ez a fajta irányzat, ami nem egy vallási irányzat, bár a maga nem ében hasznos, ez is lett egy vallás, hogy én meg az ellenkezőjét vallom, Ugye az úgynevezett cancer culture, ez a, a, az eddig elfogadottak tagadás elutasítása, ez nem új keletű, Salomon azt mondta, nincs olyan nap alatt, ez megjelent már korábban is, például a nagy francia forradalom idején, egy kicsit spoilerezzek most, majd erre fogunk mindjárt kitérni, hogy nagyon ráillik a bibliai leírás szerintem mindenképpen arra, ami a 18. század legvégén a 19. század elején történt. De ez egy kicsit előre is rohantam, pedig nem terveztem. Egészen más terveztem. Tudnék azt, hogy figyelmet bajálom, hogy megint újítottam, az ünnepek időt adtak rá. Az eddigi videók hanganyagait, mármint a sorozaton belüli videók hanganyagait, feltöltöttem a Spotify-ra, mert többen biztattatok rá, úgyhogy most már ott is hallgathatjátok. A podcast és műsorok menüpontban, vagy arrovatban, nem tudom, hogy mondják ezt ott. Ott keressetek rá, a Bibliáról érthetően a sorozat cím alapján találjátok meg, vagy a vezeték nevem alapján megtaláljátok, és akkor ott is hallgatható lesz, ami ilyesmi logót fogtok találni, erről ismertek rá. Erről ennyit többet nem akarok itt időzni. Sokkal inkább jelenések könyvénél volt egy bevezető alkalmunk, azt már nagyon sokan megnézték, hála az égnek, amilyen alapvetés volt, hogy hogyan, miért, minek olvas jelenések könyvét, meg hogy meg lehet -e érteni. Szó szóval volt a hét levél látomásáról, itt az Efézusi könyvtárban éppen ezen a borítóképen. Szó szóval volt a hét pecsét látomásáról, ahol az első négy pecsétnél négy dovas jön elő, az egyik éppen fekete, azért tettem mondani ilyen szimbolikusan. A hét pecsétnél azt mondtuk, hogy az utolsó pecsét feltörése előtt a mi időrendben, hát a történ végét jelöli, mert úgy tűnik, hogy ezek a kereszténység 2000 évét dolgozzák fel, meg ami még hátra van. A vége előtt közvetlenül volt egy nagy kérdés, hogy ki meg ilyen körülmények között, amit azok az idők hoznak. Erre válaszolt a hetedik fejezet jelenések könyvében, az elpecsételés az. Isten az elpecsételéssel, az oltalom alá helyezéssel védi meg az övéit itt ebben a világban, ellentétben azzal a nézettel, hogy úgy oldja meg a szituációt, hogy hát itt ezt ő nem tudja biztosítani, ezért a biztonság kedvéért titkos elragadtatással kiemeli, kiemeli az övéit a világból, miközben az még megy tovább a maga fatengelye körül. 144 ezer kérdését is tárgyaltuk itt. Aztán rátértünk a harmadik látomásra, a Hét Rombitaszó. Ott én egyben elmondtam a Hét Rombitaszó, de ott is igaz ez a szerkezet, hogy a hatodik után megint megáll, és ilyen nagy kérdés nélkül beszúr két fejezetet is jelenések könyvébe az, az Isten, aki azért a szerkesztőjének a könyvnek. Az egyik volt a tizedik fejezet, erről beszéltem a múlt alkalommal. Az a kiskönyv az Dániel könyve, ami ott megjelenik, és arról volt szó, hogy mit jelent ez a cselekmény, hogy János egye meg a könyvet a szájában, édes lesz a gyomrában keserű. Szerintem egy nagyon érdekes téma, egy hete volt ugye erről szó, esetleg ha nem láttad, nézd meg. Ma pedig arról lesz szó, ezen a képen látszik, ez is egy ingyenes kép, úgy találtam, ami kifejezi a lényeget, hogy az ateizmus, ami belerúg egy nagyot a kereszténységbe, és le akarja taszítani, mert hogy tud jobbat helyette. Ugye, megjelenik-e ez akkor itt jelenések könyvén belül a Biblián belül? Látomás a két tanúbizonságról ezt a címet adtam, az idézőjel arra utal, hogy a 11. fejezetből vettem ki ezt a fogalmat, ott ezek a főhősök, ők a főszereplők, ez a két tanúbizonyság. De hogy kik ezek, mindjárt meg is nézzük. Először még egyszer hangsúlyozom a közbeékelés tényét, tehát hat trombitaszó után jön két fejezet, 10 és 11 jelenések könyvén belül, és csak aztán jön a hetedik trombita Ez azért érdekes, mert időben ennek a kettőnek a megvalósulását akkor valahol a végén kell keresnünk, a legvége előtt, tehát időben behatároljuk, hogy hol keressük. Hozzáteszem azt is, hogy a tizediknél már láttuk, hogy az valahol a a 19. század elején vagy első felében ismerhető fel úgy tűnik annak a beteljesedése, tudnék a Dániel könyve megértése, és mindaz, ami ezzel járt. És mivel a két fejezet amúgy is összefügg, tehát nem csak egymás után vannak, hanem ugye eredetileg nincsenek fejezet határok a Bibliában, majd látjuk, itt sincs különösebb hangsúly, ami elválasztaná őket egymástól. Valószínűleg, és emiatt az összefüggés miatt is, valószínűleg valahol itt kell keressük ugyanitt a 19. század eleje táján a 11. fejezetben foglaltaknak a beteljesedését és felismerését következésképpen. Gyorsan egy előzetes hadbocsássak a mai témán keré, mert ez érdekes lesz. Most még nem mondom, hogy miért csak magát a matek részét hagy mondjam el. A Bibliában van egy fogalom, ami háromféle megfogalmazásban jelenik meg. 1260 nap, 42 hónap, vagy egy idő, két idő, fél idő itt találod meg, ugye Dániel könyvében már ez megjelent kétszer, mint látod, jelenésekben ötször fog, és pont a mai részben rögtön kétszer, a 11. részben, a következő részben is kétszer, a 12. és még a 13. ban is visszaköszön. És azt akarom jelezni csak ezen a dián neked, ez mind ugyanazt jelenti, csak más megfogalmazásban, mert hol azt mondja, hogy 1260 nap, hol azt, hogy 42 hónap, ami 30-as napokkal számolva ugyanezt adja ki, ugye ezek profétikus idők, ezért van az, hogy az évet is 360-nak veszi, és azt, hogyha 35 és féllel szorzom egy idő, két idő, fél idő, ami szintén megjelenik jelenéseknél is, akkor ugyanezt kapom, hogy három és 360, 42 szer 30, az 1260, ugyanazt az időperiódus jelöli, hozzáteszem rögtön, hogy a proféciákon általában a napokat azoknak, azokat az éveknek kell tekinteni, hiszen a proféciák minden szempontból jelképesek, úgy tűnik az idő meghatározás szempontjából is. Ha napot mond, a számold át évre, már egy jó pár profécia esetében ez ellenőrizhető volt, hogy következetesen használható ez a módszer, vagy ez a megközelítés. Az 1260 nappal később fogok foglalkozni, de már most jeleztem, hogy meglegyen ez neked, hogyha akármelyik szinonimát hallod a három közül, ez ugyanazt jelenti. Nézzük akkor a szöveget, a 11. fejezet szövegét, azt mondja, és adának nékem veszősz hasonló és angyal állt mellém, és mondta, kej fel, mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Aztán így folytatja, de a tornácot, amely a templomon kívül van, az egyfajta ilyen előtere volt, ilyen kiegészítő része a templomnak, nem a centrum, azt hagyd ki, kihajt és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott. És azt mondja, és a Szent Város tapodják 42 hónapig. Na, itt jelenik meg először, ugye itt jelenés a könyvén belül ebben a megfogalmazásban. És adom az én két tanúbizonyságomnak, innen volt az az alcím, amit adtam, hogy profétáljanak. Ugye a profétálás az nem csak jövendőlést jelent, hanem magának a meglévő kinyilatkoztatásnak a kibontását, a tanítást is gyászruhákba öltözve profétálnak, tehát valami nem valami nagy örömteli dologról van szó. 1260 napig. Tehát itt van a két megfogalmazás, amire az előző dián már utaltam. És az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel? Az a kezdjem, hogy János eddig csak szemlélte a dolgokat, igaz, mondták, hogy egye meg a könyvet, már ott is bevonták a látomásba, itt is bevonják, itt meg kap egy nátszálat, egy ilyen, mint egy mérővesző, mint a, a rőf volt, vagy a régen a textilboltokban volt, azt hiszem, ilyen méteres ilyen fa, rudacska. Tehát kap egy ilyen mérőpálcát, és az angyal odállt mellé, és azt mondta, hogy mérjen, János, mérjen, mérje meg a templomot, az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak. Hát mit kell itt mérni? Ugye hadd mondjam már itt, hogy Zakariás könyvével mutat erős párhuzamokat ez a szakasz, később is majd. Zakariás 2.2-ben valami hasonlót láttunk, hogy ott is méregetik a templomot. Hadd jelezzem rögtön, hogy az a templom, amit itt jelez, amit itt ír, ez nem lehet a Jeruzsálemi templom, mert amikor János ezt írja, akkor az már nem áll, addigra a rómaiak lerombolták. Tehát itt csak arról lehet szó, hogy valamilyen másféle templomot mérjen meg János. A Biblia szerint templom már csak a mennyben van, ott maradt már, mint az Isten templomát. Amúgy van egy csomó, de azok nem érdekesek. Azt mondja, mérje meg a templomot, és vannak, akik abban imádkoznak. Hát nyilván szó szerint ott nem imádkozik senki közülünk legalábbis. Viszont akik lélekben oda kötődnek, akik rájöttek, felismerték, hogy nem a földi templom már a, ami a fókuszban van, hanem a mennyei. És azt mondja, hogy ugye még annyit hagyták hozzá, a vázatba, hogy annyira nem, nincs érvényben már a földi, hogy egy dolog, hogy lerombolták 70-ben a rómaiak, de már majdnem 40 évvel korábban Jézus halálakor eleve ketté hasadt a kárpit, vagyis Isten hiteltelenítette a saját templomát, profanizálta a szentek szentjét, azt mondta, hogy ne ide figyeljetek, itt véget ért minden, felfelé figyeljetek. Nem tudom, valószínűleg összevarhatták azt a kárpitot, de Isten megoldotta, hogy az egész templomot leromboltatta a rómaiakkal 70-ben. És ideje, hogy a kereszténység is rájöjjön arra, meg a zsidóság is persze elsősorban, hogy nem a Földön kell keresni szent helyet, nem Jeruzsálemben kéne erőltetni a templom újjáépítését, ha alkalnyedzem meg, ez is egy következmény annak, amit most mondtam, ha komolyan vesszük a Bibliát, hogy Isten azt mondta, hogy ahogy nem védte meg a rómaiaktól az első templomot, ahogy korábban már a kárpitot ketté szakította, ő maga úgy tűnik természet módon, mert nem ember szakította szét. Ezzel azt jelezte, hogy valaminek lejárt az ideje, és olyan érdekes, hogy ehhez képes most az emberek megpróbálják újra kreálni azt, amit egyszer Isten azt mondta már, hogy nem, 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 ezen már túl vagyunk. Ne enged, hogy elvonja a figyelmedet a földi templom építése, keresése, mert a menyei templom az, ahol az igazi cselekmények most folynak, ahova figyelni kellene. Itt is a mennyei templomról van szó, és nyilván azokról, akik hát fizikailag nincsenek ott, de ahogy Jézus mondta a szamári asszonynak, majd teszek ide linket, hogyha van elég lehetőségem, mert lehet, hogy többet is idézek ma. A szamári asszonynak azt mondta, hogy az Isten lélek szükség, hogy lélekben és igazságban imádják az ő imádói. És nem az a számít, hogy Szamária hegyén teszik, vagy Jeruzsálembe, esetleg a mennyei templomban lélekben, hogy úgy mondjam. Ennyit erről talán azt mondja, hogy a a, a, a itt szerintem a világokat jelenti, nyilván ehhez képest. Tehát vannak a lélekben igazságban imádók, akik a templomban imádkoznak, nélképesen, és vannak a többiek, azok a pogányok, És azt mondja, hogy 1260-42 hónapig fogják a Szentváros tapodni. Nyilván Jeruzsálem sorsa azóta eléggé zaklatott, így is mondhatjuk, amióta hát elpusztult a templom 70-ben. Az is érdekes különben, hogy az a hatalom, ami elpusztította 70-ben a templomot, és hát azóta is, vagy azután is még sokáig meghatározó volt, az megjelenik Dániel profétánál is. A Dániel 7-ben a negyedik fenevad esetében azt mondja, hogy pusztít, törzúz és a maradékot a lábával összetapossa. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon durva pusztítást idéz meg az a látomás és azt mondja, hogy miközben a Szent Város tapogyák, amelyik itt valószínűleg megint nem az a Jeruzsálem, mert az elég zaklatott volt Jeruzsálem sorsa, hanem véletlenül itt is az Isten népét jelképezi ez a város ilyen értelemben, és ő szenvedni fog 42 hónapig, ezt látjuk majd most is, de jövő héten is a 12. részben. Azt mondja, ezzel egy időben, és nyilván ennek okán gyászruhákban profétál két tanú bizonyság, de hogy kik lehetnek ezek, azért tettem oda a kérdőjelet, ugyanez alatt az idő alatt. Tehát adott egy ilyen gyászos fordulat, ezt megjövendőlte János, hogy tulajdonképpen a 70-es pusztulás az már mögötte is van, ugye komán már nincs templom, vagy mondtam, de azt mondja, hogy még mindig tapodni fogják Jeruzsálemet az Isten mindenkori népét 42 hónapig, és ez alatt az a bizonyos két tanúbizonyság, az én két tanúbizonyságom, mondja nyilván az Isten itt az angyal megjelent, de hát ez nem az angyal két tanúbizonysága, hanem az Istené, ezek gyászruhákba öltözve egy nagyon nehéz időszakot fognak, 1260 napot, az 1260 évnek felel meg tulajdonképpen, profitálni, tanítani. Így folytatja aztán, hogy kik ezek, azt mondja, ezek az a két olajfa. Azért húztam alá, hogy vedd észre, hogy nagyon erős, határozott, rámutató névelők ezek, vagy névmások ezek, tehát ismertnek feltételezi, mint hogyha tudnod kéne, hogy kiről van szó, vagy miről van szó és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Isten előtt állnak. Most, hogyha Zakariáshoz ellapozol, aztán majd itt idézem is az egyik diánt, akkor már most mondom, hogy ott a negyedik fejezetben Zakariás leír egy olyan látomást, ahol a háttérben két olajfa van, ahonnan direktben folyik az olaj a tartóba és azt táplálja az olajat, és ez valami isteni jelenség, egy pozitív jelenség. Tehát tulajdonképpen Zakariásra hivatkozik itt közvetve, és azt mondja, beazonosítja, hogy amit azok Zakariásnál is jelképeztek, és most is, na azok, akikről én beszélek, azok a Föld Isten előtt állnak. És ha valaki akar neki ártani ennek a két tanúbizonságnak, tűz származik ki az ő szájukból, érdekes, hogy a szájukban van az erejük, és megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar neki ártani, úgy kell annak megöletni. Tehát azért nem akárkik ez a két tanúbizonság. És mégis úgy látszik, hogy ilyen, hát gyászos szerepre vannak kárhoztatva, erre vannak kényszerítve. Aztán úgy mondja, hogy ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget. Tudni, hogy ne essen az eső, ne legyen csapadék, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák. És megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Nem tudom, kezded-e érezni, hogy mi lehet ez. Egy tény, hogy amit itt olvasom, az, hogy tűz emészti meg őket, ugye illés történetében van egy ilyen, hogy tűz által emésztette az Isten nem csak az oltárt, hanem később az illést elfogni akarókat is. Aztán szintén illésnél jelenik meg az, hogy illés azt mondta, hogy ne legyen eső Izraelben három és fél évig, ha jól emlékszem, úgy is lett. Tehát engedett a természet a profétai szónak. És a, ugye azt pedig hát Mózes-től lehet ismerős, hogy a vizeket véré változtatni egyébként, az az első csapás volt. Vagyis itt azt mondja, és a száját hangsúlyozta, hogy itt mintha arról lenne szó, hogy a, az isteni beszéd ereje nyilvánul meg a két tanú bizonyságon keresztül, így is mondhatnánk. De még nem azonosítom be, még azért haladjunk hát, ha segít a folytatás. Azt mondja, hogy amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, akkor megjelenik egy fenevad. A fenevad az mindig hatalmat jelent Dánielnél is már a hetedik fejezetben, és így tovább. De jelenések 13-ban is lesz ezzel a dolgunk. Itt egyébként az eredetében úgy tudom egyszerűen csak állat van, csak Károly ilyen ízesen fordította, hogy olyan fenevad állat, tehát fenevad. A lényeg az, hogy egy hatalmat jelképez, valamiféle hatalmat. És azt mondja, itt nagyon érdekes, amit itt olvasol, azt észettem pirossal, hogy ez a mélységből jön fel. Dánielnél a, a tengerből jönnek fel. A jelenések 13-ban a földből fog egy feljönni, az is unikum lesz, tehát ilyen nincs még egy. Ez a mélységből jön fel, ami hát szokatlan, nem direktben csak úgy a népek közül tör ki valaki az egyik ország, hogy így mondjam, hanem egy nem ország jellegű ezek szerint, de alulról származó, igencsak alulról származó és táplálkozó valami fog megjelenni hadakozik ezek ellen, akik hát eddig azért szemmel láthatóan az Isten képviselték, lásd az előző dián a hivatkozásokat, hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Tehát nem elég, hogy gyászruhába voltak költözve 1260 évig ezek ketten, mondjuk nem tudom, ember nagyon lehet, hogy 1260 évig, hanem még meg is ölik őket. És az ő holtesteik feküsznek, most egy nagyon érdekes részén figyelj, hogy hol. Azt mondja, a nagyvárosnak utcáin. Tehát konkrétan utal arra, hogy ugye ismertnek kéne lenni, hogy ki az, mi az a két olajfa, meg a két gyertyatartó, de legalább ennyire ismertnek azt, mondja, hogy van az a nagyváros, tudod, a nagyváros, amely lélek szerint, ugye hangsúlyoztam, Szodomának és Egyiptomnak neveztetik, tehát nagy is, Szodoma, meg Egyiptom, ez jó hasonlat, mert lélek szerint azt jelenti, hogy hát a lelkületét tekintve, a lényegét tekintve hivatik, és ahol a mi urunk is megfeszítetett. Pedig az egy fix hely, hát Jeruzsálembe feszítették meg, sőt, a pontos akarok lenni, a városon kívül, mert az külön igény volt, hogy kivitték a városból. E, nyilván, hogyha lélek szerint volt Szodomban, meg Egyiptomban, szeged is lélek szerint értendő, mert így van értelme. Tehát, hogy majd keresünk, majd, majd de külön kitérek egy nagy várost, amelyikre rájlik az, hogy nagy is, meg valami Szodomára hasonlít, benne valami Egyiptomra hasonlít, és valami értelemben ott e, megfeszítették a mi urunkat. És azt mondja, és a népek, ágazatok, nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak testét. Magyarul ez egy ilyen, hát hogy egy globálisabb tapasztalat lesz legalábbis a korviszonyai között. Nem egy népről beszél, hanem hangsúlyozó, hogy sokan lesznek tanulni annak, ami ott történik. Tudnék, hogy valami véget ért Istennek a két tanúbizonságát illetően. Látják azoknak holtestét három és fél nap, Figyelj, mert itt meg azt mondja, hogy három és fél nap, három és fél évig fog fennállni ez a helyzet, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni, tehát gyalászkodnak, hogy így mondjam, újra meg újra, bocsánat, <coughs> újra meg újra átérő illesztem, mármint a szemlélők annak, hogy tehát megtörtént ez a dolog, és a földnek lakosai örülnek és örvendeznek a történteken rajtuk, hogy ezek meghaltak, ezért nem engedik őket eltemetni, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két profét a gyötörte a földnek a lakosai. Tehát közellenségnek, number one, egyes számú közellenségnek tekintik ezt a két tanúbizonságot, és örülnek, hogy megszabadultak tőlük, és ez egy általános öröm lesz az emberiség körében valami mit ír le. Én eddig így értem, ha másként érted, majd ír le a kommentbe. Én így értem. De, azt mondja, és a de az ott van, de három és fél nap múlva, amikor az eltelik, ez a három és fél év, életnek lelki adaték Istentől ő beléjük, vagyis visszatérnek az élők körébe, ezek ketten lábaik álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. Hoppá, fordulat. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondja: Jöjjetek fel ide! És felmentek az ég felhőiben, és látták őket az ő ellenségeik. Tehát ahogy örültek a pusztulásuknak, most azt kellett, hogy lássák, hogy megdicsőülnek és felmennek az égbe, hogy az ég az azért érdekes, mert ugye Isten lakik ott, ő hitelesít, illetve ami az égben van, azt mindenki látja. Valami is benne lehet ebben, hogy pont az égbe mentek, de hogy kik ezek, na mindjárt. Még egy kis türelmedet kérem, mert csak eddig megyek el a szövegben, tekintve, hogy a folytatást azt átvettük a két résszel ezelőtt, amikor a hetedik pecsétről volt szó, mert mind a hét, pecsét, ocsán, mind a hét trombita szóról volt szó és lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, hogy annak a városnak-e talán. Megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és semmennyi adtak dicsőséget. Tehát valami nagy arányú Változás játszódott le a társadalomban. Ugye szokták földrengéssel szimbolizálni átvitt értelmét, és azt, amikor a társadalom alapjai rendeződnek át, átrendezik a társadalmat. Tulajdonképpen ma is azt rebesgetik, hogy ugye egy új világrend kezd kialakulni, amit megszoktunk, az megváltozik. Volt a kétpólusú, aztán volt az egypólusú az USA vezetésével, most megint álljátok, változik valami, vagy úgy lesz, vagy nem. A lényeg az, hogy amikor a társadalom alapokig ható sokszor fájdalmas változásokon megy keresztül, ezt szoktuk különben átít mi is földrengésnek nevezni, itt is talán ilyesmiről van szó, meg ennek az áldozatairól. A második jaj elmúlt, és én mi a harmadik jaj hamar eljön, ugye a harmadik jaj az a hetedik trombita szó, amire ma nem térek ki, azt néz meg két résszel ezelőttről. Ugye volt egy közbékelés a karácsony kapcsán, azt én most nem veszem számításba, sorszámban sem vettem számításba. Na nézzük, milyen kérdéseink gyűlhettek össze eddig. Kik lehetnek, <coughs> ki lehet Istennek az a két tanúbizonyság, akiről itt szó volt, hogy ez az a két olajfa, ez a két gyertyatartó, ezek profétálnak ezek szerint, ugye eddig ezt láttuk. Mi lehet az a három és fél nap vagy év, hogy meghalnak, aztán az égbe mennek? Melyik lehet az a város, engem ez izgat különben nagyon, amelyik igaz az az, hogy nagy is, meg olyan, mint Szodoma egy kicsit bizonyos szempontból, más szempontból kicsit olyan, mint Egyiptom, és hát valamilyen szempontból igaz lehet rá, hogy ott Jézust is megfeszítették, pedig hát ilyen csak egyszer történt és egy helyen. És hát nem utolsó sorban, ugye a másik nagy főszereplőnk, ez a mélységből fejlő fenevad, az hatalom, ki a manó lehet. Na, erről lesz szó itt a folytatásban, menjünk sorra. Isten két tanúbizonyságával kezdek. Itt idézem, igen, hogy ígértem is Zakariás könyve negyedik fejezetét. Azt mondja, és felele, felelék és mondám néki, mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán, ahonnan kapja az üzemanyagot, ahonnan kapja az olajat, betáplálják. És másodszor, másodszor is feleltem, és mondanék, neki, és micsoda az olajfának az a két ága, amely a két aranycső mellett van, és öntik magukból az aranyat bele a gyertyatartóba. Ugye a gyertyatartókörben a templomnak volt az egyik, hát alkatrész, hogy így mondjam, Jeruzsálemben, és a, a, az volt a belső fényforrás, mivel a templomnak nem volt nyilászárója, csak a bejárat, ami aztán visszazárt. Tulajdonképpen, ha nem lett volna gyertyatartó, sötét lett volna a templomban. És ugye Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága, mondja a követőinek, de csak azért, mert ő az igazi világvilágossága, Eljött a világosság a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be, azt mondja János a, a prólógusában. Majd, hogy az is ide teszek egy, egy linket, arról külön volt szó János Evangélium első, első verseiről az első fejezetben. Vagyis a, a, a világosság az Jézusnak a jelképe rend, rendszerint a Bibliában. És a templomban ezt úgy oldották meg, hogy olajmécsessel, tehát hogy folyamatosan világított, és csak az volt fényforrás. És azt mondja, hogy ontják az, az olajat magukból, tehát, hogy táplálják a világosságot. És szólt nekem mondván, hát nem tudod, mi ezek? És mondtam, nem uram. És mondta nekem, hát ezek ketten az olajjal felkenettek, ugye az olaj az mást is jelent a Bibliában, az a Szentléleknek a szimbóluma, a profétákat, királyokat, főpapokat, ezt a három tisztséget úgy iktatták be, hogy nem koronáztak Izraelbe például, hanem leöntöttek olajjal, ez speciális olaj volt, és azt jelentette, hogy egy szimbólum volt, hogy lefolyt az ember fején az olaj, végig a ruháján a testén, hogy ahogy az olaj szemmel láthatóan átjárja, így mondjam, végig folyik a lényén és átjárja a ruházatát, ugyanígy árad rá és veszi birtokába a szentélek az adott tisztség betöltőjét az Isten népe érdekébe, hogy jó legyen az a főpap, jó legyen az a király, jó legyen az a proféta. Vagyis az olaj az a Szentlélek szimbóluma a Bibliában nagyon gyakran, vagy szinte mindig, és azt mondja, hogy ezek ketten olajjal felkenettek, két valami Szentlélekért teljes valamiről, vagy valakiről van szó, akik hosszú életűek, mert 1260 nap is simán meg volt nekik, ez az csak ami a gyászban telt el, és az egész Föld ura mellett állnak. Hát nézzük, akkor csináltam egy összegző diát is, tehát az olaj a Szentlélek, a szájukban van a hatalmuk, tehát beszéd által az isteni beszéd ereje által, és nem fizikai erővel érik el, amit akarnak. A beszéddel tudnak csapásokat is hozni. Ugye itt a beszéd kapcsán utaltam itt a dián rá, hogy jelenések könyvében is olvasunk olyat, hogy Jézus szájából jött ki egy kétérű éles kard, az is a beszéd erejét hangsúlyozza és az azaz tanítanak is, tehát a profécia nem csak valaminek a kijelentését jelenti, ami még nem történt meg, hanem a már ismert kijelentésnek a, a tanítását, kibontását, magyarázatát. Én is ilyesmivel próbálkozok tulajdonképpen végső amikor a Bibliáról van szó. Hát odaírtam a megfejtési javaslatomat középre pirossal. Én azt gondolom, hogyha mindazt összerakjuk, amit eddig megérthettünk, abból csak az jön ki, hogy nem emberekről van szó, nyilván túl hosszú lenne itt ez az életidő, hanem az ó és új szövetsége az Istennek, ez a két testamentum, ez a két tanúbizonyság, amelyek bemutatják őt, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy ő van, amelyek magukban hordozzák az ő hatalma megnyilvánulásának az emlékeit a történések formájában. Ez az a két eleme a Bibliának, a Szentírásnak, a kinyilatkoztatásnak, amelyekre mindez ráillik. És az is igaz, hogy 1260 napig ők gyászruhában végezték, amit végeztek, hiszen a kereszténységnek volt egy olyan időszaka, ezt a, a hétpecsétből a harmadik pecsét, a harmadik lovas, tehát a négy közül a harmadik lovas ide is írtam, Köszönöm. már jelezte, ugye feketébe volt öltöző a fekete lovas, hogy a búza és az árpa fölötté megdrágult de a bort és az olajat ne bánzsd, azt mondta. Ami minden szerint arra utal, hogy volt egy olyan időszaka a kereszténységnek, hát ez a középkor volt, amikor a, a szentélek azért tudott működni, mert azt nem lehet bekalodázni a szent lelket. A Krisztus áldozata hatott, ha más nem a képeken keresztül, hogy valami fogalmuk volt az embereknek, de az írott kinyilatkoztatásról vajmi kevés, mert a, egészen a reformáció koráig nem nemigen léteztek anyanyelvű bibliai fordítások, Sőt, a Biblia maga sem kapott túl nagy szerepet az egyházi szertartásokban, miséken, inkább a szakrális cselekmények. Nem feltétlen volt Biblia ismerő, írástudó, a Bibliát olvasni tudó, a papság jó része sem, én azt olvastam. Tulajdonképpen egy olyan vallásosság volt a középkér, hogy ide is írtam, hogy egy vallásosság volt, de egy biblia nélküli vallásosság. A maga remében még erőteljesnek is mondanám a mai időközben mérten azt a vallásosságot, csak az volt a fura, hogy ami az alapját kéne, hogy képezze, az többnyire nem volt kézben, nem volt ismert, nem is lehetett, mert ugye latin meg görög nyelvű változatai léteztek az írásnak, és az európai nemzetállamok, hogy kialakultak, hát ott a többség még a saját nyelvén sem igen tudott írni, olvasni, nemhogy ezeken az idegen nyelveken. Ennek aztán az lett a következménye, hogy ez a kereszténység erőtlen lett, és azzal, hogy erőtették ezzel együtt, kontraproduktívvá is vált, mert nem nyerte meg a lelkeket, sem a kereszténységnek, mint áramlatnak, irányzatnak, sem magának Istennek, ami a cél lenne. Mert azt kell, hogy mondjuk egyszer egy könyvben olvastam egy nagyszerű megállapítást, hogy az igazi vallásnak mi a célja? A vallás az, az a célja, hajó, hogy Istenhez vezessen. Nem a vallás a végállomás, a vallás csak eszköz út, Istenhez kell találjunk, és ez pedig már a személyes hittel rokon, és én ezért is tartom többnek a hitet a vallásnál. A vallás az lehet külső formaság, életforma vallásgyakorlat, a hit pedig egy belső mozgató rúgó, ami az embert ebben az irányban, vagy erre az útra vezeti és készteti. Ez az én véleményem, ha ilyet más ír meg nyugodtan. Na szó szóval volt itt az 1260 napról. <coughs> Tehát mostantól abból indulok ki, hogy én azt gondolom, hogy az Ó és az Új Szövetség az, amiről itt szó volt, és rájuk igaz az, ami itt le volt írva, majd mindjárt ki is fejtem részletesebben. hogyan jön ide az 1260 nap év, hogy ők gyászolnak? Ugye azt mondhatjuk, hogy időszámításunk szerint 538-ban Belizár, aki most olvastam utána én is ennek, jó, még jobban, általában a egyik legnagyobb hadvezére volt, a bizánci sászárnak volt a, a a hadvezére, és 538-ban megtöri a, a Konstantinápolyi, vagy Bizánci, akkor inkább maradjunk ennyiben császár megbízásából, megtöri a, tehát az, a kelet római birodalomnak az uralkodója, a Bizánci uralkodó, Rómában pedig már véget ért a császárkor, Róma püspöke az, aki képviseli valamilyen módon a, a vezetést, hogy így mondjam, és Belizár, ez a hadvezér, a kelet-római birodalom hadvezére felmenti a nyugat-római birodalom fővárosát, Rómát, a gótoknak a, a nyomása az uralma alól, ez 538-ban történik meg, és ehhez képest 1798-ban megint egy érdekes dolog történik, és megint érinti az egyházat, hogyha úgy vesszük meg az egyház történelmet, mert egy Bertyé nevű tábornok, aki azt hiszem Napolának a vezérkori főnöke volt, most <coughs> róla is olvastam, hogy utána néztem a témának, Hát nagyon hozzáértő volt, hadmérnökként indult, aztán hadvezér lett, és Napolón állítólag az ő hiányának is tulajdonítja az egyik kudarcát, az egy nagy csatában most nem emlékszem melyikben. Ez 1260 év, amit itt látsz eltelni, ugye ki is vontam egymásból itt legalul. Az első időpontra az igaz, hogy hatodik Pius pápát, Bocs, bocsánat, nem, 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 az elsőt azt, azt mondtam, a második akartam mondani, tehát hogy ebben az időpontban a hatodik Pius pápát, Bertjé elhurcolja magával az egyház fejét, és formálisan is megszüntetik a Vatikán államot, tehát a, a, a római egyháznak az állami vetületét, hogy így mondjam. Ez megszűnik, és ez csak később e, kerül újra beiktatásra, nem tudom miért a jó szó, 1929-ben Mussolini, Olaszország feje, megköti a lateráni szerződéseket 11. Piusszal, pontosabban az ő képviselőivel, és ekkortól lesz a Vatikán újra független állam. Tehát egy nagyon fontos időszak zárult le 1798-ban, az egyháznak az a bizonyos tejhatalma, amit gyakorolt a társadalom sokszor uralkodók fölött is, az leáldozott, formálisan is megszűnt, és ez formálisan csak 1929-ben került aztán helyreállításra. Hát ha jól számolom, akkor 131 évvel később, ha jól látom. Az 1260 év ezt, a, ezt az erős időszakát a római katolikus egyháznak, mint eh, politikai tényezőnek, állami tényezőnek eh, nagyon jó ragadja meg, és hát azt mondja a, a leírás, hogy ami ennek az idő, ezt az időszakot az jellemzi, hogy egyfőre az egyháznak erős volt a világi hatalma befolyása, ugyanakkor nem volt túl erős a Biblia jelenléte a hívei életében, tehát abból a szempontból ez a gyász időszaka volt, miközben pusztán egyházpolitikai szempontból nézve, még akár lehető örültek is ennek a kortársak, vagy akár ma is úgy értékelik egyesek. Vagyis azt mondja ez a szakasz, hogy hosszú gyász után, 1260 éves gyász után, valamilyen értelemben bekövetkezett a halála a két tanúbizonságnak, de aztán hamar fel is támadtak, és hogy a gyászuk az egybeesett a középkori egyház fénykorával, uralmával, amit az előbb mondtam, 1260 év, ugye a Biblia szerepe akkor, erre is utaltam már, hát elég marginális volt, hogy így mondjam, és tulajdonképpen a protestantizmus megjelenésével jelentek meg, vagy a reformáció egyházának a megjelenésével, úgy tetszik, az igény, és a valóságban is a a, a, nemzeti nyelvű biblia fordítások híres Luthernak, ugye a német bibliája, amit Warburg várában fordított, pontosan az csak az új szövetség volt, de 6 hét alatt lefordította, hogyha jól tudom, ami egyszerűen hát hátborzongató, hogyha valaki szokott fordítani, hogy milyen munkateljesítménye is volt Luthernak. Minden respekt az övé etekintetben tekintetben is. Nézzük a várost. Na ez a város, ez nagyon érdekes lesz, és szerintem az egy leg, legegyértelműbb és legérdekesebb beazonosítási módja van neki itt a jelképek között. Nem ma, hanem úgy általában jelenések könyvében vagy a Bibliában. Ez is azt mondja, hogy nagy az a város, az az jelentős, vagy a hírénél, vagy a méreténél fogva, vagy mindkettőnél fogva. A másik, hogy Szodomára hasonlít lélek szerint persze. Szodomáról mit tudunk a Bibliában? Hát az, hogy a szexualitás kicsit túldimenzionált volt, megjelent a szexuális erőszak, még hozzá a homoszexuális formában is. Tehát kicsit túlhajtott volt, maradjunk annyiba a szexuális szempontból. Erkölcsi szempontból gáz volt, mondhatjuk így. Tehát egy olyan város keresünk, amelyik nagy, ahol az erkölcsök hát nem álltak, hogy így mondjam, egészen jól, talán így fogalmazok, és azt mondja, hogy Egyiptomra, ha is hasonlít élek szerint, hogy Egyiptomról mit tudunk, ugye nem volt elég helyem, csak egy röviden írtam ide, ugye a fáró azt kérdezte Mózes-től, amikor Mózes mondta, hogy engedje el a zsidó népet, hogy kicsoda az Isten, hogy hallgassak rá. Ugye ez egyfajta ilyen jelmondat is lehetne, vagy egy, egy ilyen jelszó, hogy akik nem hisznek Isten, azok ugyanezt mondják, csak lehet, hogy más szavakkal, hogy hogyan kicsoda az Isten. Magyarul az ókori Egyiptom az Izrael istene szempontjából meg különösen volt rengeteg istenük, azok az állatfejű furcsaságok, de az Isten, az, az, a teremtő Isten, az élő Isten, az igaz Isten szempontjából Egyiptom a maga tagadásával egy kicsoda az Isten, hogy hallgassak rá, az ókori ateizmusnak a megtestesítője. Tehát valószínűleg erre utal itt is a szakasz, hogy egy jelentős város, ahol az erkölcsök elég gyenge állnak, és akkor finoman fogalmaztam, és az ateizmus is jelen van, ami a kettő nem biztos, hogy nem függ össze egymással, hozzáteszem. Nem, mint hogyha egyházi körökben ne lettek volna durva, hát erkölcstelenségek, meg visszérések. És itt a nagy kérdés, mi az, hogy Jézus Krisztus is megfeszítették? Hát tényleg ez van, hát ez Jeruzsálemhez kötődik, még ha a városon kívül volt is, hogy értsük ezt. Ugye hagyd mondjak szempontokat, az egyik az az, hogy Jeruzsálem azért sem lehet, mert időben nem stimmel. Tehát valahol itt nekünk a közelmúlt századaiban kell kutakodnunk, ez eddig is kiderült a hatodik meg a hetedik trombi, <coughs> trombit, a szó között. Ráadásul Jeruzsálemet, hát hogy mondjam, keresztény szempontból jelentős város persze, meg Hát van, mindenkinek oda van a, ott van a figyelme, de azért legyünk őszinték, hogy a római szempontból, például ez egy, ez egy távoli provincia jelentéktelen városa volt, amelyikkel sok baj volt persze, tehát Jeruzsálemet nem tekinteném nagy városnak, sem méretében, sem jelentőségében, de az sokkal inkább igaz lehet, hogyha Jézus nem is feszíthették meg még egyszer, mert ez csak egyszer történt meg, de a követőiben ez nagyon is megtörténhetett. Tehát, hogy nem őt magát érte olyan durva inzultus még egyszer, de a követőiben igenis érte, és ezt mindjárt mutatom is majd a következő dián, ahol erre nézve hát, kijelentéseket idézek, hogy ő mennyire azonosul az övéivel, és aki a legkisebbet bántja az övé között, hogyha ő vele tenné azt, amit tesz. És én ezekből azt raknám össze, megmondom őszintén, hogy nagyon ráillik Párizsra, a forradalmi Párizsra mindez, a nagy francia forradalom idején, mert igaz rájuk az, hogy Jézus Krisztus követőit üldözték a francia reformáció idején is a protestánsokat, de az egyik legdurvább cselekmény valóban ott, következett be. 1572-ben a Szentbertalan éjszakán, ahol olyas módon hamis ígérettel csapdába csalták, azt hiszem egyfajta násznép volt ez a navarrai Henrik esküvőjére, a király ígéretet tett, hogy nem esik bántódásuk, aztán éjszaka adott erre, lemészároltak embereket a fővárosban is, aztán még napokig tartott vidéken is ez a mészárlás, felbátorodtak a katolikusok, a főemberek is, meg a közemberek is, hogy írtsák a hugenottákat, írtsák a francia protestánsokat. Ö, olvastam olyat, hogy tízer áldozat volt, olvastam olyat is, hogy 70, nem tudom, sokféle lehetett, de hogy sok volt, az biztos, és aljas volt a cselekmény, az biztos, hogy az is biztos, hogy nagy örömünnepet ültek többen ennek a hallatán, a spanyol udvarban, a vatikánban, a katolicizmusnak a fellegváraiban, ha lehet így mondani, mert ez nekik nagy örömet jelentett. Kicsit olyan nekem ez arra emlékeztet, mint ahogy a, az izraeli vérengzést október 7-e után ünnepelték Európa nagyvárosaiban a szimpatizásaik azoknak, akik azt elkövették. Rútnak tartom mind a két dolgot, a cselekményt is, az elkövetőket is, meg a szimpatizásokat is. De a lényeg az, hogy Párizsra igaz az, hogy ott történt ilyesmi, ami, ami nagyon igaz, hogy Jézust megfeszítették az ő... az ő... Ö, ö, a követőjében, bocsánat, azt nézem, a jegyzetemben van, lehet, hogy külön dián nincs, akkor felolvasom a jegyzetemből a két igéjét. Zakariás 2.8. azt mondja, hogy mert így szól a seregeknek, ura, dicsőség után küldött engem pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, ugye ez nem érdekes a bevezetés, most jön a lényeg, hogy mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Tehát Istennek olyan értékesek a gyermekei, főleg hát akik még, hogy mondjam, mindenki a gyermeke a teremtés jogán, de ki őt választja, aki hozzá akar tartozni, édes gyermeke, hogy így mondjam, és nem elbitangolt hogy azt mondja, hogy aki őket bántja, az hogy az Isten szemefényét bántaná, az 2.8. Vagy Máté 25-ben is ott van ez, két verzióban is, hogy megtettéktek, vagy nem tettétek meg, ugye a jók és a keskék példázatában. Azt mondja, akkor majd felelnékik, mondván a király az ítéletben, bizony mondom nektek, hogy amennyiben nem cselekedtétek meg azt a jót, ami elvárható lett volna, egyen emel legkisebbek közül, a legjelentéktelenebb emberek közül, olyan, mintha velem nem cselekedtétek volna meg. És hogyha a rosszat megtettétek velük, amit hogyha velem tettétek volna meg. És hogyha kivégeztétek szembeltelen éjszakán ezer szám azokat, akik az én hívő követőim, akkor olyan, hogyha engem, velem tettétek volna meg, engem feszítettetek volna meg. Ezért gondolom azt, hogy <coughs> vosan, Párizs elég nagy méretében és befolyásában, történelmi szerepében, nem is beszélve a forradalmi szerepéről, Hát az erkölcseikről olvassatok utána, én most nem nyilatkozok, de azért nem arról híresek. Nem, főleg akkor nem, a forradalom idején nem arról voltak híresek. Időben nagyon jól illik, 18. század legvége, tehát amit mondtam, hogy valahol ott kell keresni, valahol oda illik, és ott vannak a forradalom cselekményei. Ez pedig az előzmény, ugye kb. 200 évvel korábban, amit így is mondott az ige, mint ami már megtörtént, hogy megfeszítetett. Most neveztetik egy, Szodomának és Egyiptomnak lélek szerint, és itt történt már olyasmi, hogy megfeszítették a mi úrunkat, mondjuk az ő követőinek a személyében. Ennyit a városról. Nézzük akkor, hogy mennyire élik mindez rá az Ó és az Új Szövetségre, meg az a három és fél év a stimmele. A nagy francia forradalomnak itt van a, a ugye, amiről beszélünk, ez a nagy esemény, ami éveket, éveken át zajlott tulajdonképpen. Itt a ráció győzedelmeskedett a vallásosság fölött, ami egy észszerűtlen buta dolog. Látszólagos ez az ellentmondás, ugye éppen a mutka valaki írt nekem egy kommentet, kapok pozitívakat is szerencsére, nem csak negatívakat, sőt, és valaki azt írta, hogy neki azt tetszik, hogy olyan racionálisan tudom megfogalmazni ezeket a dolgokat, meg rendszerezni. És én ezt vallom őszintén és komolyan, hogy az egy látszólagos ellentmondás, hogy, valami vagy vallásos, vagy racionális. Az Isten, hát ha valaki racionális, és ha valahonnan mi kaphattuk a rációt, ha van teremtés, az csak is az Isten, és annál szánalmasabb, nyomorultabb, nevetségesebb dolgot nem, nem tudok elképzelni, mint hogy valaki az Istentől kapott képességeivel, amelyek egyébként meglehetősen korlátozottak az Istenéhez mérten, megpróbálja az Istent kizárni a létezésből és megtagadni. Hát ez szánalmas szerintem, és fura. Tulajdonképpen a francia forradalom az egy erős reakció volt a klérus visszaéléseire. Szokták mondani, hogy azért Oroszországban tört ki az a nagy szocialista forradalom, mert az volt a leggyengébb láncszeme a tőkés világban, és ebben valószínűleg van igazság. Úgy az is igaz, hogy olvastam egy könyvben, hogy a korabeli Franciaország, most a 18. század végéről beszélünk, talán ott volt a legnagyobb a polaritás, a feszültség, egy szűk, azt hiszem egymilliós elit réteg, uralkodott papok, nemesség, stb. 24 millió másik ember fölött, akik nagyon hát, alacsony sorba voltak kényszerítve, Ez az orosz ilyen muzsik meg burzsúj feszültségének a megfelelője. Nem véletlen, hogy ott pattant el a húr Franciaországban, Ugye Franciaország az egyház legidősebb lánya, itt tartják számon, mert a frankok nyújtottak először segítkezett Rómának és a római egyház főnek, a római belőmi pusztulása után ők voltak az első szövetségeseik, nagyon régóta együtt tartanak. Ott nagyon érvényesültek róma nézetei, és az egyházi rendszer, az egyházi emberek a klérus olyan erős visszaéléseket követett el anyagi és más tekintetbe, hogy besokolta a társadalom, és kisöpörte, nem csak a visszaélést elkövetőket, hanem velük az egyházat is. Sőt, sajnos a kereszténységet is, sőt a Bibliát is, és sajnos Istent is. És erről szólt ez a forradalom, sajnos. És ezért volt ilyen következménye, és ezért történt az, 1793-ban, ha jól láttam, próbáltam konkrét utána nézni, hogy megszüntették hivatalosan a keresztény vallást, az ész Istennőjét ültették trónra helyette, az Isten helyett, meg hát a egyházi vezetők helyett. A ráció volt minden, megtagadtak mindent, ami vallásos, állítólag a Bibliát azt véghúrcolták Párizs utcáin, ha igaz valami szamár farkához kötve, és akkor az a meg mi bort itattak, ezzel mutatták, hogy az ilyen ostob embereknek való a vallás, meg ilyenek a papok. Tehát amikor összegyűlt egy feszültség több évszázadon keresztül, és az kirobban, és kiöntötték a gyereket a vízzel együtt, tudni, hát a legnagyobb vesztesenek az egésznek, Hát maga a nép volt szerintem, hogy megszakadta a kapcsolata az Istennel, mert a korabeli egyház sem erősítettek előképpen. Isten ezzel nem veszített olyan sokat, hanem magát Isten teszítette el az a társadalom, és, és, elkövette azt a hibát, hogy nem azokat büntette csak, akik, akik ebben felelősek voltak, hogy így alakultak a dolgok, hanem az Isten akarta büntetni és tagadni, és közben maga lett vesztes ezáltal. Ez az én véleményem erről. És aztán három és fél év múlva álltak, visszaiktatták a kereszténységet. Sőt, volt egy olyan fordulat, önöjjön, hogy jól ez egy régebbi tanulmányom volt, hogy ellentétben a korábbi állapotokkal, a három és fél év után, akkor a már létező protestáns egyházak is polgárjogot kaptak, vagy hát olyan létezési jogot kaptak Franciaországban, tehát megszűnt az egyháznak, a katolikus egyháznak az a fajta hegemóniája, ami ez előtt volt, és jelen volt. Hogyan értékelhetjük akkor ezt az egész eseménysort? Hát egyrészt a nagy francia forradalomnak a, a társadalom formáló erejét, a hatását, és főleg az árát, amit nagyon fontosnak tartok. Én egyszer olvastam erről egy könyvet, valahol meg is van, csak most nem készítettem elő, elég vastag volt. Én akkor ezt elolvastam, beleborzongtam, nem tudom mennyire tudjátok, hogy iszonyú mennyi ember halt meg, hogy ott milyen tömegben öldökölték egymást ilyen-olyan jogcímen, Tönképpen azt mondhatjuk, hogy a középkor termelte ki az állapotokat, amik miatt ez az egész robbant és elsült. Mégis a középkor adott egy módszertant is az eretnek üldözésekkel, hogy hogyan kell kiirtani embereket. Ugye ezek kitalálták például a giotint a mágiák helyett a francia forradalom idején. Iszonyatos öldöklés volt, olyan uszályokra tereltek embereket, tehát teljesen átadtan embereket csak azért, mert hát meg kell ölni valakit, mert a forradalom ellenségei, most én is nézek egy sorozatot, az ünnepek alatt néztem sokat, a rejtés 20. 20. század, ugye Kunt van egy ilyen sorozata, nagyon érdekes, a bolsevik viszonyokról, tehát a 20. század, főleg első fele, Oroszország, ugyanaz. Tehát mind a kettő ugyanaz, a nagy francia forradalom is, meg az, a, a, az orosz forradalom is, a szocialista forradalom is, hogy iszonyatos tömegeket végeztek ki minden ok nélkül, nem azért, mert pártállásuk volt, az se volt, hanem kvótában kellett öldökölni. Tehát ki volt adva, hogy mennyi embert kell megölni, azt mondták, ezek a forradalom ellenségei, és egymást akarták túlicitálni. Ugye azt mondta valaki nemrég, és azt hiszem, hogy igaza van, pont akkor jutottam én is erre tőle függetlenül, hogy beszélt egy papa, és azt mondta a pap, hogy nem lehet mentegetni az egyház középkori Eretnek üldözéseinek az áldozatait, mármint azt, hogy elkövette ezeket a bűnöket, meg a, a, a tételeiben, a mennyiségében, csak azt felejti el mindenki, hogy valóbenében minden bizonyal sokkal több embert írtott ki az ateizmus ezek a mozgalmak, akár a nagy francia forradalmat veszem, akár az orosz forradalmat, mint amit a kereszténység tudott. Ez nem menti a kereszténységet sem erkölcsileg sem a méreteiben a kereszt, ez az, eredetnek üldözések áldozatának a számát nézsetek félre, mélységesen elítélem. Viszont vegyük észre azt, hogy amit alternatívaként kaptunk helyette valahonnan, mert jött ez a mélységből feljövő jelenség, az egy jottányival nem volt jobb, sőt. Ugye ezért írtam ide, hogy a középkor jellegzetessége, hogy az iszlám támadta a kereszténységet, és amikor ez lejárt, akkor megjelent az ateizmus, és ugyanúgy támadja az emberiséget és a kereszténységet. Egyik se jobb a deák Ugyanaz áll a háttérben, mind a kettőről azt írja hogy jön a Biblia, most is, mind a kettőről, hogy a mélységből jön fel. A 9. fejezetet, ha megnézitek, a, a hét pecsétnél, ugye az akkor már három héttel ezelőtt volt, ha igaz, Ügy, 115. rész, ha jól számolom, azt mondja, hogy a mélységből, a mélység azt nyitotta meg az angyal, onnan jött ki ugye az iszlám jelképe, tehát az is egy mélységből származó hatalom. Itt azt mondja, hogy ez egy mélységből fejlődő fenevad volt. Azt mondja, ezek az, ezek az eszközök, ugyanannak a valakinek az eszközei, csak más-más eszköze ugyanazt a célt szolgálja, aki ellensége a kereszténységnek. Kinek az érdeke, hogy ez megtörténjen, megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk, S -betűvel kezdődik, enre végződik, középen van egy T betű, erről ennyit. Nézzük az összegzést, mert az időnk jócskán elszaladt. Hogyan tudnánk akkor mindezt röviden összefoglalni? Az iszlám után az ateizmus is színre lép, és ezt megjövendőlt az első század legvégén Isten János apostol által könyvébe. Szerintem ez egy az egyben ráillik tisztán, és tulajdonképpen enélkül nem lenne teljes a jövendőrés, okkal mondanánk azt, hogy hát akkor ez mégse kinyilatkoztatás, egy ilyen fontos dolog kimarad belőle, ha nem lenne benne. De benne van, akkor viszont ez tényleg kinyilatkoztatás. Mindkettő a mélységből jön fel, és ellenséges Istennel és a kereszténységgel szemben. Istenem nem a, a írtam, ugye talán azt már mondtam neked, egyszer azt mondta egy német evangélikus lelkész, Olaf Latzelnek hívják, nagyon jó igényhirdetései vannak szerintem, is németül is nagyon szépen beszél. Azt mondta, egyszer meghívták valami rendezvény, és ott magyarázták neki, hogy hát a, a, az iszlám hívők a, ugyanazt az Isten imádják, mint mi. És akkor ő csak annyit kérdezett, hogy és annak is van egy fia, mert hogy akkor ugyanaz az Isten, úgy tudjuk, hogy nincsen, tehát akkor mégsem egészen ugyanaz. Ugye valószínűleg arról, a különben, amit akartak mondani neki jó esetben, annyit, annyi lehet igaz ebből, hogy egy a szent Élek az nyilván ott is működhet embereken, és ott is kereshetik emberek azt az Istent, akinek köszönhetik az életüket, aki előtt felelősséggel tartoznak, ha még nem is ismerik a kinyilatkoztatás formájában és ott mondjuk nagyon nehéz lett ezt az Istent megtalálni részben, azért, mert hát egy másfajta vallásosság veszi őket körül, illetve hát az iszlám államok azok nem annyira szekularizáltak általában, mint a keresztény államok mostanában nyugaton, és aki ott adja a fejét, az szó szerint ma is a bőrét és az életét kockáztatja. Tehát nem róluk van szó, hanem arról, akik azt mondják, hogy az iszlám is csak egy olyan vallás, mint a kereszténység nem olyan, mert másféle szerepet tölt be az iszlám istenképe, istene, amit istennek mondanak, meg sok minden más. Egyszerűen majd lehet, hogy arról is csinálok egy részt. A kereszténység sem dicsekedhet, ezt odaírtam, tehát ne értsd úgy, hogy az ateizmus nem jó, az iszlám nem jó, bezzeg a kereszténység. Nem, nem, a kereszténységnek korán sem jó az állapot, hogy a zsidó népnek sem volt jó az állapota, de Isten mégiscsak ezeken keresztül próbál munkálkodni, ezeket akarja, és ezeken keresztül az emberiség többi részét is egy jobb útra elvezetni. Hogy a kereszténység sem dicsekedhet, az 1260 év, az arra nem lehet büszke a kereszténység. Az alatt gyászuhában voltak jelen az Ó és az Új Szövetség mint akiket nem olvastak. Jó esetben egy-egy becsületes pap talán hirdette a gondolatokat, mint aztán Luther nagyon is például, meg lefordította a Bibliát, de nem ez volt az uralkodó ebben az 1260 évben. És tény az, hogy a 18.-19. század fordulóján nem csak az évszám fordult, hanem jelenések 10 és 11 szerint egy nagy fordulat következett be. Egyrészt az, amiről itt szó volt, hogy beköszöntött a a, a, a ráció, az értelem korai nagy leszámolás történt a Bibliával, majd csak hamar újra szerepet kapott a Bibli és a vallásosság. Megjelentek a, ugye véget ért a középkor, azért ide írtam, ezt is mondom, megjelentek a bibliatársulatok, erről volt szó korábban, elérhetővé vált a biblia, és az emberek elkezdték olvasni, mert a nagy változások arra késztették őket, tényleg ez egy földrengés volt az akkori társadalomban, híre ment a francia eseményeknek, nem csak a Szent Bertalan éjszakára reflektáltak sok helyen, hanem magára a forradalom eseményeire is, ki kiúgy. ki úgy. És meg, az érdeklődés, és ennek az lett az eredménye, hogy elkezdték olvasni az emberek a Bibliát, és a tizedik fejezet azt mondta, hogy nem hiába olvassák, mert most már értik is például a Dániel könyvét. Ugye itt fonódik össze a tizedik és a tizenegyedik fejezetek. Hát ennyit talán erről a kettőről, és a, a, folytatásban majd elmondom, miről lesz szó, de előtt gyorsan két videót hadd ajánljak. Ez egy új bemutató lesz a csatornámon, a mai premierhez képest holnap 16 órakor, január 6-án, szombaton délután 16 órakor, pár filippi levele, egy nagyon szép levél, nagyon bátorító levél, nagyon ajánlom mindenki figyelmébe, kifejten épületes. Szerintem a, talán az előadás is sikerült úgy, de főleg elolvasni a levelet négy rövid fejezetből áll érdemes. Ez lesz tehát az egyik, amit ajánlok. A másik egy korábbi rész. Van itt egymás után három rész, majd ezután is ajánlom a többit. 69, 70, 71. Szerintem nagyon szép témák voltak Jézus gyógyításai, és a sorozat többi részéhez képest ezeket viszonylag kevesen nézték meg, az ezret sem érik el. Ezért is ajánlom figyelmet be ezeket, hogy ne maradjanak ki a, a képből a gyógyítások. Jelen esetben a 71. rész az a nain fiú, a kananeus asszony és a megszállott fiú gyógyításáról szól, ezt ajánlom a figyelmetbe. Végül a tartalomjegyzékről, ahogy szoktam, a biztonság kedvéért nem tudom, hányan vagytok újak, a honlapomon megtaláljátok baloldalt a sorozat tartalomjegyzékét, itt a legkönnyebb a részeket megkeresned, rá rákattintani, és már biztos a YouTube-ra. Itt a sárga címkés menüpontba pedig, hát ott egy olyan, hogyha kattintasz, egy olyan oldal nyílik meg, ahol tematikusan találod meg a Biblia könyveit, meg témaköröket, ott is válogathatsz. Aki nyitott egy személyes találkozásra, holnap szívesen találkozok, január 6-án 11 órakor, Érdem a Hivatalnak utca 38B-ben leszek az Adventista Kápolnában, úrvacsorai alkalmunk lesz, és ezek az alkalmak egy kicsit mások, mint a többi, de nagyon felemelőek, úgy gondolom, és holnap az lesz az alapigén minden jel szerint, már nagyjából meg vagyok a témával, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsájtotta az ő fiát az ő ígéretének megfelelően, hogy megváltson bennünket. Erről lesz szó tehát majd eh, eh, holnap. Legközelebb pedig a leghosszabb fejezetéről lesz szó a Bibliának. Kicsit trükkös vagyok, annyit elárulok. Jelenések 11 után jelenések 12-vel fogok foglalkozni, ami egy bizonyos szempontból a Biblia leghosszabb fejezete hogy milyen szempontból, azt egy hét múlva fogom neked elmondani, hogyha Isten éltett bennünket, várlak egy hét múlva, addig is, ha gondolod, lájkolhatod like ezt a mai előadást, hát a másnak is ajánlja majd akkor a YouTube, ha gondolod, iratkozz fel, ha nem gondolod, eszedben ne jusson feliratkozni, ha gondolod, csatlakozhatsz a csatornához támogatóként, ha nem gondolod, eszedben ne jusson csatlakozni, egy biztos, hogyha Isten értet én a 12. fejezettel várlak egy hét múlva. Szia!